A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította a Magyarország gyűlés. Ezzel kívánta kinyilatkoztatni, hogy a több állam fennhatósága alatt élő magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. Amíg a magyarság egészében megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett felelősség, az önző egyéni érdekek és anyagi javak hajszolása helyett a nemzet érdekeiért vállalt szolgálat, addig ez a nemzet erősödik. A Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum a magyar történelem egyik legfájdalmasabb eseményéhez fűződik. Nem elsősorban azért, mert ennek értelmében hazánk elveszítette területének és nemzeti vagyonának mintegy kétharmadát, hanem azért, mert az elcsatolt területeken több mint 3 millió magyar is élt. A magánéleti tragédiát, legyen szó családi viszályról vagy balesetről, minden ember nehezen dolgozza föl. A nemzeti tragédiát egy nemzetnek kell feldolgoznia, mondta megemlékező beszédében Csötönyi László, a Báta Székely Marketing Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Az ünnepi alkalmon a Népcsoportok Parkjában elhangzott irodalmi összeállítással azt szerették volna deklarálni, hogy anyanyelvünkből és kultúránkból erőt meríthetünk a nemzet megújulásához. Olykor szinte elbukni látszottam, és hasonlítottam ahhoz a fához, melynek koronáját földig csapja a szél. Mi tart fönt? Mi a gyökér, mely nem szakad el? Mely elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel? A hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne. Ezek a szavak. Tolsztoj szavai járnak az eszemben, s vizsgálom, mit hiszek. Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincsen célja és értelme, mert a cél és értelem emberi fogalmak. A világnak nincs rájuk szüksége. A világ több, mint minden emberi. Hiszek a világban, mert eszem el nem éri. És mégis hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgálja annak a valaminek, amit el nem ér. Építse életünket, és ahogy egy vers jobb lesz, és nem rosszabb, ha az ész építi, csak ott álljon az építész mögött a gazda is. Aként legyen már egyszer jobb életünk. Esztelen iszonyokon ment át Európa, esztelen volt az én életem is. Jöjjön most már az ész. Vallom azonban a bölcsességet is. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere azt mondta, Trianonban egy külső erő szakította szét mindazt, ami összetartozott, kirekesztve ezzel rengeteg magyar embert. Most az a feladat, hogy a belső erők ne szakítsák tovább az ország egységét. 101 éve egy tragikus döntésnek, vagy egy döntési sorozatnak a következményeként elcsatolták Magyarország legnagyobb részét, Erdélyt, Délvidéket, Őrvidéket, Felvidéket, és ennek a döntésnek köszönhetően, vagy a döntés következményeként kirekesztettek rengeteg magyar embert. Akkor egy külső ok és külső hatásra történt a kirekesztés. Azt gondolom, hogy a ma feladata, hogy ezt a kirekesztést, ami akkor egy döntés következménye volt, ezt próbáljuk feloldani, mert ma is egyre nagyobb törekvés van arra, hogy kirekesszük saját magunkat, hogy egyre több ellenséget találjunk, keressünk saját magunk között, hogy embereket állítsunk, családokat állítsunk egymással szembe. És azt gondolom, hogy Magyarország és a magyar emberek nem ezt érdemlik. Magyar emberek azt érdemlik, hogy újra egy nemzetként tudjanak gondolkodni. A határon túli magyarok pedig azt érdemlik, hogy segítsük abban, hogy az ő kultúrájuk, ami a mi kultúránk is, az ő nyelvük, ami a mi nyelvünk is, az meg tudjon maradni, és ha már egy országban nem is tudunk lenni, mert nagy valószínűséggel ez már nem lehet, de egy nemzetként még azért együtt tudunk élni. Azt gondolom, hogy
Trianon valóban egy külső hatásra bekövetkezett tragédia. Azon kéne dolgoznunk, és arra kéne törekedjünk, hogy ezt a tragédiát mi belülről ne fokozzuk, hanem gyógyítsuk be a sebeket, és gondolkodjunk egy magyar nemzetben.